Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket. Szeptember 2-a van, elérkezett Gyöngyös Ma című műsorunk, és hát ma mivel is foglalkozhatnánk, mint a tanévkezdéssel, ugyanis becsengettek, viszont a mai naptól kezdve egy nagy újítással találkozhatnak a diákok és a tanárok az iskolában, ugyanis augusztus elején közepén megjelent a kormányrendelet, amely korlátozza az okostelefonok használatát az oktatási intézményekben. Erről fogunk beszélgetni a Berza Nagy János Gimnázium igazgatójával, dr. Cinder Péterrel. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát ugye, ahogy említettem, megjelent a kormányrendelet, ez igen nagy változás. Az iskolában, a tanórákban mennyire volt jelen egyébként az okostelefonok használata? Volt esetleg olyan, hogy tanórán azon gyakoroltak, azon írtak feladatokat a diákok? Napi gyakorlat volt ez, hogy bizonyos órákban helyet kapott a telefon, megkönnyítette az életet, úgyhogy ilyen értelemben igen, jelen volt, de ezetás jelen lesz szerintem, úgyhogy ilyen szempontból változás nincsen. Ugye vannak kivételes esetek, amikor igénybe lehet venni a mobiltelefonok használatát. Pontosan ez hogyan néz ki az iskolában, hogyan korlátozzák egyébként a használatot? Hát mi betartjuk a rendeletet, tehát alapvetően arról van szó, hogy reggelente beszedjük ezeket a telefonokat, osztályonként elkülönítve, kikapcsolt állapotban, zárt borítékban összegyűjtjük őket, és ezek ott pihennek egészen addig, amíg a diákok el nem hagyják a tanítási nap végén az iskolát. Ha pedig valamelyik órára szükség van ezekre az eszközökre, akkor lejön érte valaki, fölviszi, használják, visszatesszük. Tehát akkor a tantermekbe nem lehet bevinni? Hát ilyen módon lehet, hogyha a tanár vagy az igazgató engedélyt rá, hogy ne. A szülőktől egyébként mit kért az iskola? Kell minden nap borítékot vinni maguknak, a diákoknak, vagy ezt az iskola állja? Hát ezt meg kell, hogy kérjük őket, hogy ők biztosítsák, avagy pedig vannak ezek a vákum csomagolható, ilyen visszazárható borítékok, vagy tasakok, vagy még ez is teljesen jó, amennyiben rajta van a gyermeknek a neve és az osztálya. Időben ez mit jelent? Mert azt is lehetett olvasni, hogy ez nagyon sok időt vesz igénybe, mire minden gyerek külön leadja. Hogyan látja így az első nap, ez flottul ment? Hát a leadással nincsen gond, a visszaadás az már macerásabb, mert itt arra kell gondolnunk, hogy itt már meg kell keresni a dobozokban a dobozokat, majd pedig a dobozokban a telefonokat, és amennyiben mondjuk egy adott tanítási óra végén sok csoport például, tehát nem osztálykeretben jönnek gyerekek, csoportokban jelennek meg a portásfülkénél, és ott esetben 8-10-12 dobozból kell előhalázgatni ezeket, hát bizony ez eltart. Na most bízunk benne, hogy ez valamilyen módon azért beáll. Például beáll olyan módon, hogy a gyerekek nem okvetlenül hozzák el ezeket a telefonokat az iskolába, mert látható lesz, hogy esetleg a hosszú távon ez a dolog nem tartható, például, hogyha valaki például busszal akar menni haza. Most már azért egyre korábban van okostelefonjuk a diákoknak. Hogyan látja, a kis gimnazistáknál is jelen van ez mondjuk 5-től? Persze, jelen van. Én megmondom őszintén, hogy én nekem nem is azzal volt problémám, hogy az osztályteremben mennyire bukkant föl a telefon, mert az az őszinte véleményem, hogyha így fogalmaztam a minap kollégáknak, hogyha egy tanár nem tudja elérni, hogy az óra az arról szóljon, ami a lényege, akkor menjen el cigarettát árulni a trafikba, nem lebecsülve ezzel persze ezt a munkakört. Ezzel persze nem azt mondom, hogy mindenkinek alapból jön a természetéből, de olyan technikákat mindenki talált már, hogy kirakhatta az asztalra például, hogyha nagyon elharapódzott ez a játszadozás az órán, és ezzel megoldódott. Még csak azt se gondolom, hogy az online zaklatásnak lehetne ez egy ilyen melegágya. Ami viszont nagyon zavart, és erre ez most megoldás, hogy a gyerekeknek a bőfele biztos, hogy telefonnal kézben töltötte a szünetet, meg a lukas óráit, és engem irritál az, hogy négy ember egymás mellett ott ül, és mindegyik a telefonját pörgeti. Na most persze lehet szólni, mert szólunk nekik, de azért ez egy szélmalomhárc volt ilyen körülmények között. Hát ha más nem, akkor ez megváltozik. Tehát akkor igazgatóként úgy látja, hogy van ennek jó oldala is, és rossz oldala hát, is? Hát amit most említettem, az egyértelműen egy olyan dolog, ami előremutató. Itt azért nagy felelőssége van az iskolának, hiszen lehet mondani, hogy akár több százmillió forint értéket kell tárolniuk. Így van. Ezt meg tudják oldani egyébként? Külön portaszolgálat fogja egyébként visszaadni majd a gyerekeknek a mobiltelefont? Hát a portán mindig lesz felnőtt ember, aki a vagyonbiztonságról igyekszik gondoskodni.
Persze, hogy még nagyon sok minden kidolgozás alatt áll. Most hallottam ilyet például tanköveti értekezleten, hogy minisztérium gyártat majd ilyen fakkokból álló szekrényeket, és ott majd a gyerekek saját maguk tudják ezeket elhelyezni, saját kulcssal visszazárják, kiveszik, beteszik. Ez nagyon sokat egyszerűsíten az életünkön, az biztos. Szóval alapvetően arról van szó, hogy ez egy technikai kérdés, és biztos, hogy meg fogjuk oldani, ennél sokkal kutyább dolgokat is megoldottunk. Idő kell, amíg ez az egész beáll, és nem gondolom, és nem is szeretném, hogy a lényegtől elvonja a figyelmet ez. Gondolom a szülői értekezleten ez szóba került. Milyen visszajelzéseket, kérdéseket kapott az intézmény? Hát szülői értekezletet mi csak most fogunk tartani csütörtökön. Feltételezem, hogy ennek a részleteire kíváncsiak lesznek a szülők, el is fogom mondani, amit jelen tudásommal el tudok erről, és igyekszünk egy humánus, emberbarát megoldást kikeresni, tehát én nekem például lapelvem, hogy én gyereket motoszni nem kívánok, ezt a kollégáimtól sem kívánom, gyerek táskájába kurkászni nem kívánok, kiborítani táskát nem kívánok, tehát hogyha egy intelligens, belátó magatartást tanúsítanak a gyerekek, tehát nem kérkedik senki azzal, hogy a szabálynak ellene megy, hanem ami miatt a jogszabály létrejött, a szellemiségét leköveti, tehát órán nem prüntjög vele, folyosón nem teszi láthatóvá, közösségi terekben nem vacakol vele, akkor a béke az meg lesz az iskolában. Nyilván a puding próbálja az evés, arra már dolgoztak ki valamit, hogyha esetleg mégis meglátják, hogy valaki egy másik telefont adott le, nem adott le telefont és használja. Az, hogy valaki más telefont ad le, az egy teljesen értelmetlen dolog. Tehát nem elvárás egy gyerektől, hogy leltárilag minden gyerektől kapjunk egy leadott telefont. Hát nyilván bármit be lehetne egy ilyen zárporítani tenni, és akkor most mire megyünk vele? Nem. Itt arról van csak szó, hogy ami a jogszabályból kijön, tehát órán ne játszadozzon vele, a folyosón ne legyen jelen, és ennek a dolognak a technikai hátterét biztosítsuk, mi ezt megcsináltuk. Úgyhogy ennyit tudok erre a dologra mondani. Én szerintem a szankciókat pedig majd akkor kéne megbeszélnünk, hogyha kiderül, hogy ez működik-e vagy nem. Én nagyon-nagyon bízom a diákjainkban, mert nagyszerű gyerekeink vannak. És a belátásukban, tehát hogyha nem fognak szánt szándékkal tüntetni vele és tengelyt akasztani velünk, akkor itt béke lesz és nyugalom. Mai reggel mindenki tudta egyébként a dolgát, vagy voltak esetleg mérges arcok az iskola területén a diákok részéről? Tudták a dolgukat. Azt, hogy azt érzelmileg ki hogy éli meg, azt nyilván vagy mutatja, vagy nem. Én nekem arra most érkezésem különösebben nem volt, hogy mindenkitől megkérdeztem, hogy mit gondol erről az egészről, de azért gyerekeket a hétvégén értesítettük arról, hogy az első napnak mi lesz a koreográfiája. Be is tartották hibátlanul, úgyhogy én kifejezetten derülátó vagyok abból szempontból, hogy az iskolai harmónia az megőrizhető ilyen körülmények között is. Hogyha esetleg bármi probléma van, egy diák rosszul lesz, valamiért értesíteni kell mondjuk valamelyik szünetben a szülőt, akkor van rá lehetősége, hogy oda menjen és megkeresse a saját mobiliát és mondjuk használja? Arra is van, de még egyszerűbb, hogy miután ugye a gyerekek szüleinek az elérhetőségét mi tudjuk, és mindenki megtalálja, ha kell. Mi magunk, ahogy tettük, ezután is fölhívhatjuk a szülőt, tehát nem okvetlenül kell a gyereknek a saját telefonján keresztül intézni ezt a dolgot, hanem telefonálhat az enyémmel is, vagy az osztályfőnökével, vagy a titkárságon lévővel, ha kell, vagy ugyanezt a dolgot meg tudjuk mi is tenni helyette. Mennyire kapott szabad kezet az oktatási intézmény abban, hogy hogyan korlátozza, hova tárolja, hova teszi le azt a telefont? Adott esetleg a tankerület valamilyen javaslatot? Hát a tankerület egyet vár el tőlünk, hogy tartsuk be a jogszabályt. Ahány iskola, annyi megoldás. Én szerintem, amit most én mondtam, az kb. Egy ilyen standard megoldásnak tekinthető, hiszen nálunk üres helyiség arra, hogy itt most kialakítsunk egyfajta ilyen széfet nincsen, mert ha lett volna üres helyiség, azt már régesig felhasználtuk volna másra. Ez a portásfülkés dolog, ez kézenfekvő és talán működhet, de gondolom, hogy vannak iskolák, akik ennél okosabbat vagy kevésbé okosabb találnak ki az ő egyedi helyzetükre illesztve, nem tudom, hát sokféle megoldás lehet. Akkor elképzelhető, hogy mondjuk változni fog ez, és mondjuk tényleg lesz egy ilyen zárható külön szekrény, ahol minden diáknak lesz egy kis fiókja, és oda rakják be a telefont, hogyha ez lehetséges? Én tankerti értekezleten ilyet hallottam. Ez működhet is akár, úgyhogy igen, hogy aztán mikor nem tudjuk. Egy a lényeg, hogy nekünk már most szeptember másodikától be kell tartani ezt a szabályt, be is tartjuk. A pedagógusok hogyan tudtak erre felkészülni? Egyik korábban mondjuk telefonon keresztül adtak feladatot a diákoknak, használni kellett órán a mobilt, akkor azt hogyan oldják meg? Hát mondom, itt az lehet, hogyha egy osztálynak szüksége van a telefonra,
akkor a dobozt, mint olyat, a maga fizikai valójában megfogja egy gyermek, fölviszi a teremben, szétosztják, használják, a óra végén pedig összeszedik, leteszik. Tehát ezt ugyanúgy meg lehet csinálni. Kicsi szaladgálással jár, nem mondom, hogy nem, de hát most ebből a helyzetből ennyit lehet kihozni. Nem szeretnénk a fürdővészel együtt a gyermeket is kiönteni, az az igazság. Tehát azokat a jó gyakorlatokat, amiket mi megtaláltunk és megtanultunk, és szerintem jól tettük, mert akárhogy is nézzük, azért ez már a 21. század. Tehát ezeket a technikákat, praktikákat mi gyarapítani akarjuk, nem pedig elveszíteni. Hát most egy kicsit, hogy mondjam, nehézkesebb körülmények között, de megoldhatók dolgok persze. Rendben, megkezdődött egyébként a tanév, illetve hány diák kezdte meg most a tanulmányait? Hát köszönöm a kérdését, ez egy árnyalattal jobban foglalkoztat minket. Igen, megkezdtük a tanévet, nagy szeretettel vártuk az újakat is, régieket is. Teltházban, tehát változatlanul kb. 650-en vagyunk. És hála rengeteg előkészítő tárgyalásnak, megbeszélésnek, értekezletek, egyeztetésnek, úgy elkezdődött ez engem minden évben lenyűgöz, mintha abba se hagytuk volna. Tehát órarend szerint szétrebentek, pézik a dolgokat a gyerekek, sőt, hát nagyszabású rendezvény is lesz a hétvégén, mert most lesz a 9-eseknek az úgynevezett gólyavató vizitábora Tiszafüreden, ahol 160 ember fog majd közlekedni velünk együtt a vízen, és hát ez gólyavatással, egyebekkel is fog járni, ez egy izgalmas és szép esemény mindig. Hány gólyát avatnak most? Szerintem kb. 130-at. Pontos számokat nem tudok mondani, bár lehet, hogy ezt elvárnák tőlem, de kb. Ennyi lesz, meg hát egy csomó tanár is oda megy. Diák önkormányzat, mert ilyenkor a gólyavatásnak a procedúráját este, azt majd ők fogják kézbe venni. Úgyhogy ez egy reményünk szerint mindenkire kiterjedő, minden 9-esre kiterjedő, nagyon-nagyon változatos és élvezhető hétvége lesz. Hogyan zajlott a pedagógusoknak egyébként az utóbbi pár hét? Milyen munka zajlott azért az iskola falai mögött? Hát mi arra törekedtünk, hogy a tanárok az utolsó pillanatig pihenhessenek, ha tudnak. Ezért mi nem hívtuk csak akkor be őket, amikor már nagyon muszáj volt. De az nem azt jelenti, hogy mi a iskola vezetőség tagjainak dolgoztunk volna nagyon sokat. Hozzáteszem egyébként, hogy rengeteg tanár végzett olyan munkákat, amik a nyári szünetük rovására mentek, táborokat vezettek, itt-ottam ott megjelentek. Én most arról beszélek, hogy valójában a múlt hetet töltöttük intenzív munkával, értekezletet ért, és igyekeztünk minden apróságot a helyére illeszteni, mert sok újdonságot hozott a név, és ezekre nekünk fel kell készülnünk. Vannak esetleg még olyan programok a gólyavatón kívül, amit már most tudnak, hogy mikor lesznek az iskola életében fontosak? Hát rengeteg szülő értekezlet lesz, ez ilyen most a újonnan bejövők számára csütörtökön, egy héttel később a régi diákjaink számára, de hát elkészítettük az egész tanévnek a beosztását, és abban az ünnepségek is helyet kaptak, ilyen szinten, hogy szalagavató, karácsonyi hangverseny, ballagás, tudunk mindent. Ezeket most nem tudom felsorolni, mert ezek az adatok, ezek nekem kiugranak a fejemből, de talán nem is baj, hogy ezt nem tudom megtenni. Lényeg, hogy amikor bekövetkeznek, akkor fel leszünk rájuk készülve. Igazgató úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát további jó tanévkezdés, jó munkát kívánok. Örömmel tettem, és köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra.